Sziasztok, Tömke vagyok. Ebben a videóban megnézzük, hogyan lehet, illetve hogyan kellene beépíteni a lenyitható padlás feljáró ajtót hőhídmentesen. Tartsatok velünk! Nekem a terveken, illetve a költségvetési kiírásban annyi szerepel, hogy lenyitható padlás feljáró ajtó. Ti kivitelezőként hogyan oldanátok meg ennek a beépítését? Szóval megveszük a hőszigetet padlás feljáró ajtót, beépítjük a födénbe, majd felrakjuk a födémre a hőszigetelést, és viszlát. Ájjájjájjájjáj. Itt hőhidunk van. A födémen keresztül át tud hűlni az egész, és végig körbe szépen penészedni fog a padlás feljáró ajtó. Fog csapodni a pára, vizesedni fog a festés, födém. Nem jó ez így. Mindig elfelejtem, hogy van műszaki ellenőr. Szóval, hogy ezt a hőhidat, vagy a tökömet kivédjük, a tetejére lehet rakni EPS-t, vagy kőzetgyapott paplant, vagy bármi egyéb lófaszt. És amikor a paraszt, szóval amikor az ügyfél felmegy, akkor szépen félretolja a feje fölött ezt a hőszigetelést, és föl tud lépni. Oké, ez a megoldás egyetlen egy fokkal jobb már, viszont gyapot esetén a gyapotnál a pára át tud szépen jönni, ahogy itt is látszik, át tud jönni, és ki fog csapódni a padlás feljáró ajtónak a tetején. A probléma majdnem ugyanaz lesz, azzal a különbséggel, hogy szépen ázni fog a padlás feljáró ajtó, és csöpögni fog róla a víz. Kezdjük előről az egészet. Van a födémlyuk, beépítjük a padlás feljáró ajtót. Utána én raknék körbe egy EPS szigetelést, 30 cm magasan, illetve olyan magasan, amilyen vastag lesz a hőszigetelő réteg a padláson. Ezt purhabban ragasztjuk össze. Utána mehet körbe a gyapott hőszigetelés, értelemszerűen az EPS hőszigeteléshez hozzáépítve. Majd ennek az egésznek a tetejére lesz egy kalap XPS-ből, amit az ügyfél, amikor megy fel a padlásra, akkor szépen a feje fölött mozgatva félre tud tolni, illetve vissza tud húzni, amikor lejött. Ez az én megoldásom. Probléma megoldásból jeles. Kicsit házi barkács jellegű, de majdnem jónak mondható. Az egyik problémám az, hogy a padlásfeljáró ajtó, illetve a padlásfeljáró lépcső utolsó létrafoka és az EPS teteje között van 50-60 centinyi különbség, amit át kell lépnie az ügyfélnek, amikor fel akar jutni a padlásra. Ha rálép az EPS oldalára, az morzsolódik, előbb-utóbb tönkre fog menni. A másik probléma egy kicsit feltételes jellegű, mi van akkor, ha rágcsálók vannak a padlástéren. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a gyapotba nem másznak bele, viszont a gyapot alá, oda igen. Az EPS-en keresztül pedig be tudnak jutni a padlás feljáró ajtónál a lakóépületbe, pláne ha esetleg ámennyezet is van. Ez kurva jó, bazd meg. Nincs erre valami normális megoldás? Valami gyári. De igen, létezik egy gyári megoldás, illetve én egyet ismerek. Fakrónak van egy deszka kerete, csapóajtóval a tetején. Ez még mindig csak az egyik problémára ad megoldást. Még mindig nem hőszigetelt. De ezt azért már viszonylag egyszerűbben lehet hőszigetelni. A lényeg az, hogy kívülről EPS-t kell ráragasztani, illetve a tetejére is szintén. És akkor kapunk egy hőszigetelt keretet, csapóajtóval együtt. Ennek a boltjára jelenleg 46 ezer forint, de ez csak a deszka keret, ehhez még hozzájön majd a hőszigetelés. Mutatok helyette egy kicsit barkács megoldást, ennek az összegnek a feléért, ami egy kis kézügyességgel megvalósítható. Kezdjük mindjárt a legelején, nincsen szükség hőszigetelt padlásfeljáró ajtóra, elég a sima is. Első körben készítünk egy deszkakeretet a padlás feljáró ajtó lukja köré.
elvasakkal rögzítve a födémhez. Utána párazáró fóliát rakunk körbe az egész köré egy gallérként. Majd EPS-ből kap egy gallért körbe. Mind a négy oldalról, ami fölírog a deszkakeretnek. Ezután jön 5 centi XPS, majd annak a tetejére 10 centi XPS. És hogy az egészet könnyű legyen mozgatni, kap egy tetőlécből egy fogót, ami alul is, felül is megjelenik, dróttal vagy csavarral átfogatva. Ez biztosítja azt, hogy amikor jön le az ember, akkor be tudja húzni a helyére paszentosan a padlás feljáró ajtó tetőt. Tehát amikor megy fel, akkor fogja, felnyomja, eltolja oldalra, amikor jön le, akkor fogja, visszahúzza, és a fogónál fogva le tudja szépen húzni a helyére. Hogy a műszaki ellenőr kollega problémáját kiküszöböljük, a fellépés miatt a deszkakeretnél be lehet rakni szépen deszkából egy plusz lépcsőfokot, ami garantálja azt, hogy ne kelljen nagyon nagyot lépni az utolsó padlás feljáró ajtótól, padlásjáró lépcsőtől. Hőszigetelt padlás feljáró ajtóból kétféle van, az egyik a normál hőszigeteltnek mondott, ez olyan 30-35 ezer forint körüli áron van. A másik egy fokozott hőszigetelt padlás feljáró ajtónak mondott, ami elvileg párazárást is biztosít, ez 55-56 ezer forint. Mindkettőhöz meg kell akkor venni még a fakrónak a bemutatott felső dobozát, ami nyitható, valamint ezt még hőszigetelni is kell. Tehát elmondható, hogy körülbelül 100 ezer forintnyi költségnél tartunk. Ha valakinek van egy kis kézügyessége, akkor elég megvenni az olcsó, legolcsóbb padlásfeljáró ajtót, ami nyitható. Ez 20-22 ezer forint körül járon van, valamint a videóban bemutatott dobozt megcsinálni házilag, ami 25-26 ezer forint körüli összegből hőszigeteléssel mindennel együtt megvalósítható. Munkadíj nélkül természetesen. Tehát ebben az esetben 50 ezer forintból egy tuti biztos hőszigetelt, párazárt padlásfeljáró ajtót fogunk kapni. Ha eddig nem tettétek volna, csatlakozzatok hozzánk a Facebook csoportban, lájkoljátok az oldalamat, és iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Sziasztok!